Buongiorno. Bár este van, úgyhogy... Buonasera. Jó van. Ilyenne ne foglalkozzatok. Na, nem én vagyok a lényeg. Nappal szembe. Igen, okos. Na, az udvar kezd formát ölteni. Az szét lesz vágva az a gumi, nem fog érdekelni. Ez megy a lecsóba. Az el lesz rendezve nem sokára. Ez meg... Na, figyelj, basszus, ez ki ez a beteg állat? Most de őszintén, ennyi maradt itt a dzsubából már csak. Refeksz, de tényleg sírkő. Ki az a beteg állat, aki a saját udvarában tárolja a saját sírkövét? Már ha egyáltalán a saját sírkő volt, ugye? Nem másik. Lopott. Már nem a tulajdonos tárolta itt, hanem albérlőt, igaz, retek mocskot hagyták mindenhol konkrétan. Tudom, nem sokat láttatok most így a dolgokból. Ez a légy, ez kicsit már hulla volt. Na, ablakok alatt kezdjük lejavítani a dolgokat. Így egyik fejlemény, hogyha ez így valakit érdekel. Hát még nincsen kész, ezt nem mondom. Nagyon nincsen kész, ez csak el van kezdve. Jó? Ennek még legalább egy cucc kell. Na. A kezdésnek nem rossz, nem? Mondjuk, ha rossz, akkor is ez lesz. Ha szerintetek rossz. Na, itt is elvált a vízi. A fal a faltól. Az erepedés, ez miért van bent? Olyan még nem fog kiborulni az egész fal itt így. Csak nem. Milyen menők a fények, te! Ott árnyék van, és akkor itt meg ilyen pont ilyen patent így. Így, ahogy még így árnyékot vetnek a kicsi rücskök. Visszaadja egyáltalán ez a szal? Hát így közelről már inkább, ha csak az van benne a képben. Ez baromi jól néz ki. Még a festék egyenetlenség is látszik, hogy árnyékot vet. Már hogy érted? Jó van akkor. Jó, hát sittes zsákok szemek széllyel vannak most így, borúzálva. Itt dolog volt. Ja, vakoló habarcs még mindig, mert ez... Ezt most nem használtunk. Na, meg a másik fejlemény, amit úgy nagyon akartam mutatni. Egyrészt... A fal le lett 10 éve javítva, és ki lett betonozva. Ezt ha valaki tudja, hogy mi ez, mondja már meg nekem, mert olyan, mintha penész lenne. De hát beton az oké, hogy nehezen szárad ki, de hát miért lenne az penészes, legalábbis párom azt mondja, hogy beton nem fog penészesedni. Mondjuk még nem teljesen szárad ki, de már egy hetes. Mondjuk ez itt eléggé rendesen meg volt locsungálva. Itt meg most már rendesen sötét van, basszus, ezt nem gondoltam végig ezt a videó készítést. Na de mindegy, talán azért valamit láttok. Itt is ez a gödör, ami volt, ez be lett javítva. Mert hogy itt azért volt gödör. Hát nem láttuk semmit, nem számít. Mert hogy kész a vízvezeték szerelés. Várjatok. Na, most már láttok is valamit, ugye? Rükkin és itt a nap, hát a mindegy. Ugye ott lesz a WC, és akkor itt lesz a fürdőkád. Ez a boilernek a kiállása. Én meg a jó kiállású vagyok. Ja, meg a izé, az a... Mi a tököm? Tudod, amikor túlnyomás van a boilerben és csöpögteti a vizet, hogy az oda van bekötve a csatornába, hogy azt is megoldották nekem. Állj meg, kör király! A régi izé csapteletnek a helyére, ugye? Ja nem, ez itt új. Új cső, ez is totálisan. Totálba új cső. Ez meg a csapnak a kiállása. Ez meg a mosógépé. Nem meleg víz, ne aggódjál, ez csak pirosra lett betekerve.
Tök mindegy, ott csak egy izé van vízbe, itt megnézed, akkor itt a hideg. Itt meg külön a meleg, itt meg is van jelölve, de ez a hideg víz a mosógép, ez látod, ide megy be a TL-ágazásba. Jön ide, úgyhogy az ne szarjál be, azért a piros van rátekerve, attól még a hideg víz. Na, és akkor itt ezeket, ahol itt volt a fal régen, meg a csatornának a csövezése is, gödre is be lett betonozva. És figyeld ezt a szintkülönbség egyenetlenséget, látszik, visszaadja a kamera. Ennyi a lejtés van a betonban. Úgy az egész. Mindkét, hogy hívják be. Itt is, ahol az ajtó volt, ez is be lett cuccolva. Hát fókusz az néha eltűnik. De hát nem baj, annyi baj legyen. És akkor itt ugye, itt is. Itt lesz majd a mosogató. Az is bele csövezve. Mondjuk ez két izével. Nem nehéz kitalálni, mert amelyik alul van, másik oldalon megnézem, hogy melyik van alul. És akkor az valószínű értelemszerűen az lesz a jó. De szerintem az a hideg víz. Ugyanis ott jön föl a vízórától, alulról, pincéből. Mint ugye, na érted, szóval az jön befel az épületbe, mint víz, és akkor gondolom a meleg víz a boilerből idáig. A meleg vizet mi vezetnénk ki a fülelá. Na, érted? Na, okoskodja. Persze, hogy érted. Hát ez megvittig. Jaj, bassza meg. Anyát tessek, bontásra vár. És úgy döntöttünk, hogy akkor ez a fal is tényleg ki lesz szedve. Nem fogunk itt pecsölni ezzel a kis szűk átjáróval, hanem akkor itt ki lesz az egész oktajával a helyi bű. Az meg a padlásfeljáró, azt becsináljuk. Olyan leszek, mint egy fél napos kis baba, becsinálunk. Vicces volt. Itt meg ugye az ablak, ami le lehet javítva, de ezt azt hiszem én már mutattam, nem? Hát akusztika az itt aztán van, úgyhogy ha fingal az ember, akkor ez itt... Jó, hagyjuk a hülyeséget, meg a régi ajtónak a helye. Mekkora király. Ez a helység nagyjából készen van. Nem teljesen, mert még nem teljesen, de nagyjából rá lehet fogni, hogy kész. Vág ez csottány. Persze, ezt már mutattam, emlékszem, hogy itt ezt a régi csempézést, meg konyhamaradékot is, ezt mutattam én már. Hát ugye kell, gipszel, mit nem gipszel, hanem gletten. Jaj, azért van haladás, látjátok, azért nagyjából. De innen elhordjuk a sittet, nem ér picike maradt ebből az adagból. Aztán a következő adag az meg majd innét lesz ellapátolva. Hát szerintem ez egy 5-6 zsák biztos benne lesz majd. Na nem, egy... Elindultam, hogy már Nyuszi fűnek nem mondtam, hogy kijöttem, de ezt ne is ide tegyem, hát a... Hogy hívják a közé? Szerszalmok közé. Na, hát ez az ajtó, ez így... Nem mondom, hogy le lett javítva teljesen, de úgy a helyjel közel nagyjából úgy elnagyolva meg lett. Itt azért ez a része itt fönt keresztben még hagy némi kihányni valót maga után. Ahogy, amik ez be lett fejezve, azt már csak glettelni kell. A sarkait kell még megcsinálni, mert ez igen szarok. Nehezen oktojálhatók befele. Van is hozzá. Falazóhabar, ezt hoztuk ma ki. Magyar cucc. Ilyet vegyetek, és fasza. Ez nem esik le, hogy csinál, az ott van a helyén. Ja, meg itt lett még ez a betoncsík becsinálva. Na itt ez még a másik vicces dolog, ahogy kinéz. Két szoba között volt egy kicsi ízéltérés, nem egy ilyen... Hát itt a kamera előterében 1 centi. Hátrébb, már van egy 2,5-3 is, szerintem. Ahol most van a kamera, tehát itt ez a piros szoba, ez meg a zöld. De figyeld, nézzük a betonozásnak a másik részét. Most átjöttem a zöld szobába, és most ez a piros szoba ugye így. Itt még már ez van alacsonyabban, és nem a piros. Ez van 2,5 centivel magasabban ehhez képest.
Itt meg már ez van magasabban ehhez képest. Vicces. Ja, már van fürdőkád is. Nem mint, hogyha lehetne, hogy nagyon sokat fürdeni, de van fürdőkád. Vettünk hozzá kádlábat, mert az volt a vicces, hogy jaj, kamera volt mindegy. Most nem veszem magamat, mert úgysem én vagyok a lényeg. Meg ragadjon a bélyeg, pofámba ver a vakú. Aztán megvakúznak engem, akkor még nem is vagyok szép, amúgy se. Na szóval, hogy a... nem volt kádláb az újban. Vehetsz kádot, de kádláb nincs. Ezért ezt hogyan hozzák össze, érted? Van, aki csak kádlábat vett. Szóval kicsit így fura volt. Úgyhogy ja, ez egy ilyen gyors helyzetjelentés. Aztán két szexi topánka, olyan balettcipő. Úgyhogy ez akkor úgy döntöttünk, hogy tényleg végleg ki lesz szedve, mégsem marad meg. Nem is értem, miért gondoltuk azt, hogy ez így jó lesz. Jónak tűnt, hogy van még egy fal, amire lehet pakolni, aggatni, de hát hogyha nem lenne meg ez a fal, akkor ez egy sokkal faszább, nagyobb helység lenne, és akkor sokkal jobban el lehetne férni, szóval... Értitek a lényeget? Jó van akkor. Hát a sok zsák az meg itt van beszórva ide, ugye. Ezeket el lehet majd égetni, erre nézzetek. Ez mind zsákám, ott az a pici kevéske fa, ami ott maradt tavalyról még, meg ez a minimális kis gyújtós, ami itt maradt még tavalyról. A többi az mind izé zsák. Ilyen hülye papírzsáp, zsák. Ez meg beton. Az meg az én lábam. Na mindegy, ez meg egy 1000 éves ótvarkája, de a célnak bőven megfele. Úgyhogy látjátok feleim szümtükkel. Ez a haladás, a jelenlegi tényállás. Aztán majd, ha úgy van, akkor jövünk a többivel. Szerintem a következő már az lesz, hogy lerakom a GoPro-t megint a konyha, vagy a spájzablak. Á, spájzablakja, mert most spájz még ebben a aspektusban, de ha az a fal kikerül, akkor az már konyhaablak lesz. Száll a por, mi? Élőben nem is látszik ennyire, mint ahogy a kamera mutatja. Jó, de durva. Kamerán keresztül még durvább. Na jó, most már szerintem megvan 10 perc ez a videó, úgyhogy tele tudom nyomni reklámmal, hogy kiakadjatok kellőképpen. Úgyhogy... Majd innen jövök, folyt köv.